belekezdtem ebbe a tanulmányba. Csupán az volt a célom, hogy szemléltessem az emberi elme törékenységét és a televíziót, ahogy ezt az állapotot felerősíti. A felvétel első megtekintése során nem tapasztaltam semmilyen furcsaságot István heves reakcióján kívül. Mi a rohadt ének ez? Honnan tudják a pontos színem? Mi az? Ez mókos kívít? Mikor másodszor láttam a felvételt, olyan részletekre lettem figyelmes, amelyeket addig észre sem vettem. Nem. Nem. Ennél többről volt szó. Többször is megnéztem a videót, és minden alkalommal, mintha egy teljesen más műsort láttam volna. Mikor elkezdtem digitalizálni a VHS felvételt, rájöttem, hogy ezáltal rögzíthetem az éppen aktuális felvételt. Így több száz órányi anyagot sikerült összegyűjtenem. Sikerült megtalálnom az eredeti felvételt is, amelynek láttán kezdtem bele ebbe a kutatásba. Most már tudom, hogy az, amit István hallhatott a televízióból, egészen más volt, mint amit a legtöbben hallhattak a készülékükből. Most már egyértelműen kijelenthetem, hogy nem egy pszichológiai esetről van szó, így még nem tudom, hogy hol vagy kinek közölhetném az eredményeimet. Az említett tévéműsort több millióan tekinthették meg, így arra engedek következtetni, hogy az áldozatok száma jóval meghaladhatja az eleinte becsült összeget. Magam is kezdtem tapasztalni furcsa dolgokat. Nem tudom, még mennyi időm lehet hátra. Tudom, hogy az, amit csinálok, nem tetszik nekik. Ennél a pontnál már több száz verzióját láthattam ennek az egyetlen epizódnak. Szeretném bemutatni a leggyakrabban visszatérő szereplőket. A könnyebb azonosítás kedvéért olyan neveket adtam nekik, amit a legkönnyebb beleírják a tevékenységüket. Egyértelműen központi szereplő, amelynek személye négy verzióban jelenik meg. Attól függően, hogy a néző melyiket tartja a legszimpatikusabbnak. Akkor mehet tovább a játék. Ne felejtjék, bármikor hívhatják a képernyőn látható telefonszámot. Sosem tudhatják, mikor kerülhetnek be az élő közvetítésbe. Képes belelátni a néző lelkébe, ezáltal hívja elő a kívánt érzéseket. Játékaival és díjaival addig tartja fent a néző figyelmét, amíg el nem nyeli az elmélyét. Nem szabad vele játszani. Szintén több alakot ölthet, megjelenése a képernyőn mindig csupán egy másodpercig tart. Mégis mély benyomást kelt az emberben. Gúnyos mosolyának célja az összezavartság. A néző kényelmetlenül érzi magát,
de nem tudja megmondani, hogy miért. Nagyon fontos, az arcára 5 másodpercnél tovább nem szabad nézni, különben beleégeti magát az ember szemébe. Szemlézetés céljából mutatok róla képet, pontosan 5 másodpercig, de saját érdekében kérem, ne állítsa meg a felvételt. Az Isten ügy. Arca hosszúkás, embere már csak távolról emlékeztet. Bibliai idézeteket szaval, melyel próbálja elhitetni a nézővel, hogy ő Isten, vagy az egyik angyala. Figyelem, ne higgyen a prédikátornak. Ismerős csengő hangból szólal meg. Célja a néző figyelmének elterelése. A videó felvétel lejátszása során soha ne vegye fel a telefont. A
Az egyik ilyen hívást sikerült rögzítenem. Halló? Ki az? Tudom, hogy tudja, ki vagyok. Itt vagyok, hallgatom. Ha van valami üzenete, itt van rá az alkalom. Franzba kiöntöttem a kávémat. Az elhangzottakból semmit nem tudtam értelmezni. Újra és újra meghallgattam a felvételt, lejátszottam lassítva és gyorsítva is. Biztos voltam benne, hogy ezek értelmes szavak, viszont nem hasonlított egyetlen nyelvhez sem, amit ismerek. Mikor visszatekertem a kazettát az elejére, visszafelé lejátszott felvétel hirtelen értelmet nyert. Eljönnek érted. Halló? Eljönnek érted. Ki az? Tudom, hogy tudja, ki vagyok. Itt vagyok, hallgatom. Nem tudom, miért nem kaptak el eddig, de jönni fognak. Ha van valami üzenete, itt van rá az alkalom. Ikerj el a videót, itt menekülj, amit még lehet. És vigyázz! Az asztal szívére raktad a kávét. A hangfelvétel értelmezése után arra jutottam, hogy valaki figyelmeztetni akart. Ez számos új kérdést vetett fel. Kik ezek a lények? Mit akarnak tőlünk? Azt már megtudtuk, hogy van köztük olyan, aki próbál minket megóvni. Viszont sajnos nem teltek eleget a kérésének. Ez a jelenség túl veszélyes ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Róla nem tudni sokat, többnyire sötétben bújik meg, de akkor sem riad vissza, ha meglátják. Sőt, mintha tetszene is neki. Biztonsági okokból eltakartam a tekintetét. Soha ne nézzen a megfigyelő szemébe. Anyádot!
Nem tudom még, hogy meddig csinálhatom ezt, de megígérem, hogy amit tehetem, dokumentálni fogom az újabb felfedezéseimet. A hasonló problémával küzd, csak egy dolgot tarásolhatok. Próbálja figyelmen kívül hagyni őket. Ez az egyetlen dolog, ami naszítja őket. Egyelőre csak ennyit tudok mondani. Sok szerencsét kívül.